A nagykőrösen elszenvedett vereséget követően mindenképpen javítani akart a nyíregyházi gárda, amely a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve egyértelmű esélyese volt a mérkőzésnek. Az első negyedben még tartotta magát a Hódmezővásárhely, 18-18 után következett az első szünet. A második 10 percben aztán elkezdett nyílni a két csapat közötti olló, Busz Iván dudára dobott kosarát követően 11 pontos hazai előnyé vonulhattak le a nagy szünetre a csapatok. A folytatásban sem változott a játék képe, a cápák irányították a játékot, és fokozatosan növelve előnyüket, végül 20 pontos, magabiztos győzelmet arattak Siska János tanítványai. Kölcsösen kezdtük a mérkőzést, nem volt elég agresszív a védekezésünk, de aztán a másik negyedtől kezdve már a saját játékunkat játszottunk, és a vége sima lett. A vendégek edzője szerint a második negyedben mutatott dobóformájuk pecsételte meg a sorsukat. Jól kezdtünk, az első negyedet aránylag jól védekeztünk, jól támadtunk, sajnos a második negyed dobóformája, de ez nem is formának hívom, ez nem tudom mi volt, tehát dobó gyakorlatok voltak a mi részünkről, és sajnos 25% a dobó teljesítménye, illetve 24-10 büntetővel nem lehet mérkőzést nyerni, és 14 eladott labdával. Tehát úgy érzem, hogy ott valahogy elfáradtunk, meg a centerünk sérülése, tehát meghúzódott a térde, meg a bokája, tehát így az is visszavetett egy picit bennünket. Tehát 100-nak is egy a vége, tehát ilyen dobó teljesítménye nem lehet nyerni. Idegenben, még otthon sem. A hazai csapat legeredményesebb játékosa Szudán Stojanovics volt, aki 20 ponttal járult hozzá a győzelemhez. Nagyon nehéz meccsünk volt Nagykőrösön, egy-két labdán múlott az egész a végén, és mi mindenképpen javulnunk kellett az a védekezés, mert ott nagyon sok pontot kaptunk. Ez most sikerült is, mert mai meccsen csak 62-t, ezt gyakoroltuk, de ezt kell továbbra is gyakorolnunk edzéseken, és ezt a formát tartani, és a maradék három meccset be kell húzni, és a harmadik helyért meg kell harcolni, és hogy megvan a harmadik hely, akkor jó pozícióba kezdhetjük a rájátszást. A forduló további eredményei a következők: Vasas Oroszlán 91-83, PVSK MTK Török Bálint 57-66, Budapesti Honvéd Tehetséges Fiatalok 59-62, Békés Nagykőrös 79-100, Miskolc Győr 61-69 és Bonyhád Veszprém 76-105. A tabella élén az Oroszlány áll 19 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve a 17-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet és a 16-7-tel álló Tehetséges Fiatalok. A 15 győzelem mellett 8 vereséget számláló Nyíregyháza Blue Sharks szombaton a Tehetséges Fiatalok otthonában lép pályára.